egy nagyon fontos, tehát egyetlen egy kérdés lenne egy igazgató, hogy hány gyerek jár ide? Kérem szépen! Már legyünk ki! Az átlátszó követi a közpénz útját, és jelen esetben a közpénz útja az Horvátországba vezet. Ugyanis tavaly átadtak ott három magyar óvodát, amire a kormány 1,3 milliárd forint támogatást adott. A dolog szépséghibája, hogy mi azt az információt kaptuk, hogy nagyjából 2 hónappal ezelőtt, hogy ezekben az óvodákban nincsenek gyerekek, ugyanis már nincsen annyi magyar nemzetiségű családot meg gyerek ott, hogy meg tudnák tölteni ezeket az óvodákat. Akkor ezt mondja már nekem. Köszönöm szépen, hogy megkerestek önnek. Nem tudja, nem kicsinálta, kiépítette? Természetesen mindent. Melyik cégét ütötte? Köszönöm szépen. Melyik cég? Legyen szíves. Magyar cég ütötte? Legyen szíves. Megkértük Hadházy Ákos parlamenti képviselőt, ő is hasonló információkat kapott, hogy hát jöjjön velünk, mert hogy hát ha egy országgyűlési képviselővel jobban szóba állnak, mint a sajtóval, mert ugye velünk egyáltalán nem álltak szóba. Pélmonostoron vagyunk a horvát-magyar határ horvát oldalán. Egy egészen szürreális jelenet soron vagyunk túl, és egy egészen szürreális helyszínen a magyar adófizetők pénzéből információm szerint 3 óvodát építettek, és az volt a nagyon zavarba ejtő információ, hogy itt gyakorlatilag nincsenek gyerekek, mert már nem nagyon élnek itt magyarok. Az egész horvát közösség, magyar közösség az egy 11-12 ezer fős közösség. Ehhez képest itt egy egészen grandiózus épületet találtunk. Annyit azért tudok mutatni, és kívülről is látszik, hogy a 3 teremből van egy bölcsődei terem, van egy, és van 2 óvodai csoportszoba. Ebből az egyikben láttam gyermekeket, azt hiszem, hogy 4-et összesen. Tehát 4 gyermeknek építették fel ezt az épületet, voltunk bent, egészen grandiózus, van hatalmas kávézó, van több workshop terem, mini konferencia terem, van egy kulturális központ, és egy ilyen kis színház terem, van egy vendéglő, és persze van a gyerekeknek is a kis külön étkezője. Ezután a kalandunk után, ami Pélmonostorban történt velünk, tehát kidobtak minket az intézményből. Most átmegyünk a következő 2 másik helyszínre, Kórógyra és Szent Lászlóra, ahol szintén óvodákat, magyar óvodákat építettek az adó, magyar adófizetők részben, magyar adófizetők pénzéből, és megnézzük, hogy ott milyen helyzet, meglátjuk, hogy ott látunk a gyerekeket. Több hivatalos levelet küldtünk a horvátországi magyar demokratikus közösségnek, illetve az Európa AP Egyesületnek, akik elvileg az illetékesek lennének az ügyben, de válaszra sem értettek minket, egyik e-mailünkre sem reagáltak, írtunk nekik Facebookon e-mailt, a megfelelő e-mail címeken kerestük őket, de nem válaszoltak semmire. Szent Lászlón vagyunk, ami tulajdonképpen a horvát-magyar közösségnek az egyik legfontosabb helye volt, itt sokan éltek valóban még a rendszerváltás környékén is magyarok, viszont a szerb háború, az a szerb háború, azok a szerbek, akikkel most nagyon barátkozik a magyar miniszterelnök, nagyon-nagyon megviselte a település, még ma is látszik a nyoma ennek. Itt is épült egy óvoda, meglepő módon teljesen zárva van. Láttam bent néhány embert, 2 esernyőt is látok, tehát vannak ide bent emberek. Az, hogy gyerek van-e, azt nem tudjuk, mert mondom, be van zárva a kapu is, be van zárva a kiskapu is, és hát ami nagyon furcsa volt, amikor hátra mentünk, éppen akkor húzták le a napellenzőket a termeknek a falán. Az látszik kívülről, hogy 2 terem van. Az egyiket még láttuk, abban nem volt gyermek, a másiknak már akkor le volt húzva a napellenzője. Ez a 3. óvoda, és hát ugyan itt se tudtunk bemenni, tehát itt is bezárták valamiért, félnek attól, hogy egy magyar országgyűlési képviselő megmutassa a fejlesztéseket, vagy lehet mondom, itt a gyermekek személyiségi jogait jobban védik, mint Magyarországon, mert Magyarországon ugye Orbán, Novák, ezek mehetnek óvodákba. Minden esetre itt legalább van valami nyoma életnek, itt azért van a parkolóban 2 autó is, és odabent néhány kis gyerek
gyerek kabátot láttuk, nehéz összeszámolni innen kívülről, de van egy fogas is, azonban egy 4-5 gyerek kabát. Ezt azt kell mondanom egyébként, hogy ez egy értelmezhető épület, sajnos a tényleg nagyon kicsi magyar közösség számára, de akár hogyha a horvát közösség is használná, egy ekkora településen az, hogy egy ilyen visszafogott épületet megépítenek, ennek nyilván meg lehet a helye. És azt hiszem, hogyha csak ilyet láttunk volna a mai napon, akkor ezzel nem is nagyon kellene mit tennünk. Az a baj, hogy ennél sokkal durvább dolgokat láttunk. Visszaértünk Magyarországra. Hát ha össze kellene foglalni ezt az utat, akkor valójában eredményes is volt, meg nem is. Meg tudtuk nézni élőben ezeket az óvodákat a helyszínen, láttuk, hogy elkészültek, működnek. Azonban azt továbbra sem sikerült megtudnunk, hogy pontosan mennyi magyar gyerek jár oda, illetve hogy hát jól lettek elköltve a magyar adófizetők forintjai. Azt tapasztaltuk, amit nagyon sok helyszínen már, hogy ez az 1,3 milliárd forint, ez hát nem feltétlenül jól lett elköltve. Nyilván az lenne a cél, hogy sok magyar gyerek legyen, akik magyarul beszélnek a horvát közösségekben is, de miközben Magyarországon hasonló intézmények, óvodák, közösségi terek és ilyen modern épületek nem nagyon vannak, főleg kisebb falvakban, mint mondjuk Kórógy a maga 400 főjével, addig ugye egy másik országban pedig felépítettünk ilyen klassz intézményeket, ami valójában nagyjából üres.